Torontál vásárhelyen a koronavírus járvány megjelenése óta 6 esküvő volt. A járványhelyzet miatt különösen azok a családok mondtak le az ünnepségről, akik lakodalmat terveznek. Berkán Julianna, helyi anyakönyvvezető elmondta, hogy az előírt egészségügyi szabályok betartásával a házasságkötés szűkebb körben zajlik. Itt Torontál vásárhelyen az esküvők száma, tehát március 15-től a mai napig 6 esküvőn volt. Ez azt jelenti, hogy akik kevesebb számba akartak megjelenni az esküvőn, vagy pedig nem terveztek nagyobb lakodalmat, azok elfogadták ezt a törvényszabályzatot. Azonban két pár, ifjú pár, elhalasztotta az esküvőt, azért mert ők nagyobb lakodalmat terveztek, és akkor bíznak abban, remélkedünk, hogy decemberig rendeződik valamennyire a helyzet, és meg lesz engedve a nagyobb számunk. Na most ez a 6 esküvő úgy ment végbe, hogy elfogadták a felek igenis a maszkát, és maszkába esküdnek, a jelenlevők szintén feltözik a maszkát, probléma nélkül, tehát a szabályt betartjuk. Egyedül, amikor a pezsgővel kocintunk, akkor azt máshogy nem tudtuk megoldani, és jelenleg még a 10 számhoz tartjuk magunkat, tehát 10-en szabad, hogy részt vegyenek az esküvőn. Tehát igenis, ezt merem mondani, hogy azok a párok, akik tervezték, hogy akarnak esküdni, és semmi gátlás nincs az esküvővel, a dokument elkészítésével, és a többi, tehát folyik minden, ahogy kell, csak annyi, hogy most még meg van szabályozva, hogy hányan vehetnek részt az esküvőn. A többi mind maradt a régi, tehát elintézik, meg bejelentkezhetnek, tervszerűen minden megbeszélés szerint mehet. Amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhetetlen, az anyakönyvvezető természetesen készséggel áll a polgárok rendelkezésére, az előírt egészségügyi szabályok betartásával. Hát most az utolsó pár hónapban az változott, hogy betartsuk a törvényszabályt, hogy hányan lehetünk bent az irodába, tehát egy féltől több nem jöhet be, és szabályszerűen föltenni a maszkát, ami igenis a felek elfogadták, és már maszka nélkül nem is jönnek be az irodába. Torontál vásárhelyen több gyermek született, mint az előző év azonos időszakában. Az idén 12 újszülött van, ami nálunk van evidentálva. Tehát Dede Bércsár nem született egy baba se, hanem a kórházba, de a mi lakosunk, és a halottak száma pedig csökkent. 16-an haltak meg Debrecen, amit mi szintén bejegyzünk, és a többi pedig a kórházba halt meg, de a számok csökkentek az elmúlt évhez viszonyítva.